A szolnoki járási ügyészség indítványt tett két 20 éves szolnoki férfi letartóztatására fegyveresen elkövetett rablásbüntette miatt. A megalapozott gyanú szerint 2021. július 7-én a délutáni órákban a baráti viszonyban lévő gyanúsítottak egy szolnoki vendéglátóhelyen megállapodtak abban, hogy aznap este rablási cselekményt fognak végrehajtani. Ennek érdekében mindketten váltóruházatot, símaszkot, kesztyűt, szigetelő ragasztószalagot és két gázriasztó fegyvert vettek magukhoz egy táskába pakolva. A két gyanúsított késő este, már sötétedés után a Zagyva folyón átívelő vasúti híd melletti fás területen átöltöztek, maszkot és kesztyűt vettek magukra, a ragasztószalagot és a riasztó fegyvereket pedig egy táskába vitték magukkal és elindultak egy közeli társasház irányába. A gyanúsítottak a társasház kapunyító kódját már korábbról megtudták, ezért bejutottak az épületbe, majd bekopogtak az egyik lakásba is. Arra hivatkoztak, hogy ők a szomszédok. A sértett férfi a lakás ajtaját résnyire kinyitotta, majd meglátva a két fekete ruhába öltözött gyanúsítottat, az ajtót megpróbálta visszacsukni, azonban a gyanúsítottak erővel benyomták az ajtót, így bejutottak a lakásba. A sértett bár eleinte védekezett, de az egyik gyanúsított a fejéhez tartotta a gázriasztó fegyvert. Ezt még megpróbálta kicsavarni a kezéből a sértett, de a gyanúsítottak együttes erővel megtörték az ellenállását. Időközben a sértett élettársa is felriadt, de ekkor a férfi már a földön feküdt, a gyanúsítottak fegyvert szegeztek rá. Ezt követően a gyanúsítottak ragasztószalaggal a sértett nő és férfi kezeit összekötözték, és a szájukat is leragasztották. A gyanúsítottak a két sértett a hálószobai ágyra ültették. A gyanúsítottak a két sértettet a hálószobai ágyra ültették, ahol az egyik gyanúsított vigyázott rájuk, mialatt a társa a lakásban kutatni kezdett. A gyanúsítottak nagyobb összegű készpénzt találtak, amelyet magukhoz vettek, majd a sértettek szájáról a szigetelő szalagot levették, és a lakást futva elhagyták. A cselekményt követő napon a gyanúsítottak a jogtalanul megszerzett készpénzt egymás között elosztották. Egy szolnoki lakos tett bejelentést a rendőrség segélyhívó telefonszámára 2021. július 7-én késő este, miszerint két ismeretlen, arcukat maszkkal eltakaró személy hatolt be a lakásba, és mint később kiderült gáz- és riasztófegyverrel megfenyegették őket, megkötözték, ezt követően a lakásból készpénzt tulajdonítottak el. Az eljárás során végrehajtott széleskörű adatgyűjtés és elemző tevékenység eredményeképpen 2021. augusztus 11-én a főkapitányság nyomozói a Tisza bevetési egység közreműködésével elfogták, előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható két férfit. A feltételezett elkövetők gyanúsítotti kihallgatásuk során a cselekmény elkövetését elismerték. A rendőrök őrizetbe vették őket és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását a szökés elrejtőzés veszélyre tekintettel. A végzés az egyik gyanúsítottal szemben végleges, a másik gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be a határozat ellen.